what you're made for, and there's nothing that is too late for. Sziasztok, üdv ismét itt nálam az Alma Papim. Köszönöm szépen a legutóbbi videómra a reakciókat, ami az új kamerával történt felvételeket illeti. Ez nekem nagyon fontos, és én is úgy látom egyébként, hogy sokkal jobb a minősége a képnek. Most egyébként ezeket a képsorokat megint a telefonommal látjátok, tehát nem a Sony kamerámmal veszem fel, mert egész egyszerűen most rohanok, és tényleg ilyenkor is sokkal kényelmesebb bejelentkezni nekem a telefonnal. Egyre hangosabbak ezek a buszok, gyerekek, de tényleg egyre nyitva van most itt el a ajtóm, és szerencsétlenek iszonyúan küzdenek, különösen a 139-esek, tehát hogy ezek így ilyen borzasztó állapotban vannak. Amúgy jó hír, hogy a BKK aláírt valami szerződést, nem tudom hány száz új busz beszerzésére, illetve hát használt új busz beszerzésére, amihez nagy reményeket fűzök, hogy esetleg az ezen a vonalon járó buszoknak egy részét is lecserélik, mert szerintem azért ráférne egy ráncfelvarrás minimum, illetve nagyjából egy komplett csere a buszállományra, és azon belül is szerintem a 8-as buszok azok még így nagyjából rendben vannak, azt kell, hogy mondjam, tehát az még annyira nem horror, de a 139-esek, tehát én nem tudom, az ott teljesen el van hanyagban van. Én az az érzésem, hogy ezt a járatot be akarják szüntetni, tehát azért van így totálisan leépítve. És szegények eléggé, azért kicsit emelkedik ez a gazdag rét, tehát ez egy picit lejtős azért ez a része, illetve hát, hogyha járművel megy az ember, meg ilyen járművel, akkor nem is annyira picit lejtős. Szóval ezek itt nagyon küzdenek, és az az igazság, hogy állati büdösek is, és a kondi az nem működik. Tehát ez, ami engem a leginkább zavar ebben, hogy nem működik benne a kondi egyáltalán. Amúgy az előbb a lábaimat láttátok, de nem azért mutattam meg, mert a lábaim, vagy mert ilyen nagyon klassz új csuka lenne rajtam, mert ez a, milyen is ez? Adidas edzőcipő. Ez kérlek szépen, hát legalább 15 éves, azért ezt mondjuk ki, hogy ez egy 15 éves edzőcipő, és ezt mindig arra használom, hogy ez ilyen lakáson belül, tehát ezt nem használom ki terepre, hanem ilyen lakáson belül szoktam, hogyha olyan jellegű gyakorlatokat végzek, vagy tornázom, amihez azért kell edzőcipő, tehát nem mezitlábas történet, akkor ezt szoktam bentre felvenni. Viszont, ugye mondta a reumatológus, hogy, és ezt majdnem teljesen elfelejtettem, hogy ezt mindig hajlamos vagyok egyébként elfelejteni, hogy vegyek luttal betétet, mert ugye bokasüllyedésem van, és hát ez is, nem ez okozza igazából a csípőfájdalmat, vagy okozta a direkt módon, de lényeg az, hogy a helyzeten nem javít, és ez sokkal nagyobb problémákat is okozhat később. És most a napokban elkezdett duzzadni a bokám, ami nem szokott egyébként, és érzem is ott a haránt részt néha, hogy fáj, mert ilyen szandálokba járok, és ugyan baromi kényelmesek a szandáljaim, de ugye miután nem tartja a lábam, nem egészséges. És olyan cipőt keresek legalább bentre, hogy amiben bele tudom tenni ezt a luttal betétet, mert azért valljuk be őszintén, hogy ez rohadt kényelmetlen, és ő is azt mondta, hogy azért utcára, tehát fokozatosan vezessem be a használatát, aztán egy idő után használjam rendesen, csak hogy először csak egy kicsit, mert ugye nyilván be is gyulladhat, szóval ezt hozzá kell szoktatni a lábat. És hát persze elég kényelmetlen, mondanom se kell, úgyhogy most arra gondoltam, hogy itthon fogom hordani ebben a cipővel a megtalált luttal betétemet, mert ugye nyilván rossz kislány vagyok, tehát azért luttal betétem már van egy ideje, és ilyen saját lábamra szabott luttal betét, tehát ilyen tailor-made luttal betét, és ezt egy, hát szerintem egy olyan 7-8 éve csináltattam, mert akkor is ugye ez szóba került, mert akkor meg a sarkam fájt. Szóval a lényeg, hogy most eldöntöttem, hogy itthon ilyen csodás edzőcipőbe fogok bújni, és a papucs helyett ebbe fogok mászkálni. Most, hogy így mászkálok egyébként a lakásban ezzel a talbetétes edzőcipőmmel, azt veszem észre, már egy ideje mászkálok itt, hogy most itt felveszem meg minden, próbálgatom, hogy ösztönösen is valahogy jobban, ugye én elég így kifelé csámpázom, mármint olyan a lábfejállásom, hogy ezzel így valahogy ösztönösen is beljebb, tehát hogy így beljebb forgatom a lábam, ami közelít a normálishoz, ugye? De hogy lehet, hogy tényleg ez így közvetve azért hat a csípőmre majd.
Gyerekek, eszeveszett meleg van, viszont van egy jó hírem, az irodában túl vagyok azon a 4 határidőn, amit ugye a héten kellett beadnom, hála jó Istennek, úgyhogy ez kipipálva, most van 2 vagy 3 újabb, nagyobb határidőm, de erre még van 2 hetem. Plusz augusztus 1-én jönnek úgy néz ki felújítani az irodát, mármint hogy kifesteni, mert beázott, még mit tudom én, szerintem így több mint egy évvel ezelőtt, és most a felső szomszéd és a tulajdonos, mármint az irodának a tulajdonosa elintézte, hogy akkor jönnének, és mindent kifestenek, stb. Na most hát ugye erre elő kell készülni. Én azt szerettem volna, hogy augusztus 2. felében jöjjenek, de hát augusztus 1-e lesz belőle, ami szuper, mert akkor még itt vagyok, úgyhogy mondjuk akkor már nem nagyon akartam dolgozni, de azért a rámolás része az még benne lesz ebben az időintervallumban. Ők azt mondták, hogy 3-4 nap alatt fognak végezni, hát szerintem lesz az 2 hét is. Nem tudom, a szakik azok mindig túloznak ilyenkor, szóval attól függ, tehát hogyha te azt akarod hallani, hogy mármint, hogy ha neked az a meggyőződésed, hogy hosszabb ideig fog tartani, akkor tuti, hogy azt mondják, hogy rövidebb ideig tart. Ha viszont te azt mondod, és ilyen laza, hogy ennek meg kell lennie nagyon gyorsan, akkor azt mondjuk, hogy nem, akkor legalább 2 hét, legalább. Vettem egy ilyen bac csukát, mert kerestem valami olyasmit, ami tartja a lábam, jó ilyen, hát ilyen 35 fokos kánikulában természetesen nem jó, vagy nem ideális, mert ugye bedagad a lábam ebbe a rohadt melegbe, de egyébként ezen kívül nyáron bármikor jó, ilyen rohangálósnak, és nagyon-nagyon kényelmes, és bele lehet tenni a lutta betétemet is. Ugye neten keresgéltem, és igazából ezen akadt meg a szemem, nagyon puha, tehát tényleg, szóval nagyon remélem, hogy be fog válni. Na most jöttem meg a vásárlásból, az Aldiból, és úgy mentem el, hogy 20 fok körül volt, és nagyon kellemes idő, és úgy jöttem vissza, hogy 28 fok lett. Szóval ez az időjárás, ez őrület, és már is megüt a guta, most eddig minden ablak nyitva volt, de most gyorsan csukok be mindent. Na, nem fogok itt most hol videót csinálni, ne ijedjetek meg, csak azt akarom mondani, hogy 17 ezer, várjátok, moment, mennyit fizettem, ugye? 17.758 forintot fizettem az Aldiban, és hát nagyságrendileg amiket vettem, az elfért egy ilyen nagyobb szatyorba, ilyen nagyobb spáros vagy aldis táskába, és egy ilyen kisebb táskában. Tehát ugye, miután nem kocsival járok vásárolni, ezért annyit vásárolok egyszerre, amennyit el tudok hozni, így mondjuk buszon is, meg mit tudom én, tehát azért jó telerakom a táskát, de értetek szóval, hogy el kell tudjam, hogy hozza, és ez volt egy ilyen 17-18 ezer forint. Most csak azokat a tételeket mondom gyorsan, amik így 1000 forint fölött voltak, jó, tehát jó, garnél, a szokásos garnélámat azt megvettem, mert azt szeretem, az az egy olyan, hát olyan, mit tudom én, tengeri herkentyű, amit itt szeretek az Aldiban. Ami még drága volt, ez a Magnum jégkrém, vegán Magnum jégkrém az Aldiban, amit már próbáltam, 3 darab ilyen kis pilinszka van benne, az, és 1649 forint, szóval őrület, ezt tudom, de egyébként a többi jégkrém is őrület. Egy problémája van a vegán jégkrémnek, hogy mert ennek, hogy isteni finom, mondanom se kell, csak szerintem tele van nyomva cukorral, szóval azt azért nagyon óvatosan eszem meg akkor, hogyha nagyon ráfanyarodok, meg nagyon, nem tudom, szomorú vagyok. Mert azért azt érzem rajta, hogy az brutál édes, néha nem is esik jól, szóval már volt, úgyhogy nem is esett jól, és aztán befejeztem, más helyettem a dolgokat. Az érett avokádó szett, amiben van 2 darab, az is 1000 forint fölött. Amit szintén szeretek, és azért ez sokáig eltart, ez egy 150 g-os kecskesajt, ez a szeretett kecskesajt, amit szeretek, laktózmentes, az valamivel 1000 forint fölött volt, és ennyi, az összes többi az ilyen, tehát 1000 forint alatti tétel, de azért vettem egy csomó mindent még. Úgyhogy hát most kipróbálom ezt a laktózmentes Guda reszelt sajtot sose szoktam venni, tehát már hogy sajtot reszelve, ugye, mert én vagy megreszelem, vagy én nem eszem sajtot, ugye?
de a gyerekek igen, hogyha olyan ételt csinálok, úgyhogy most megpróbálkozom ezzel a reszelt gudával, mert szeretnék, vettem karfiolt, vettem egy gyönyörű szép nagy karfiolt, és ilyen leves zöldségeket is, és szeretnék levest csinálni, tehát zöldséglevest csinálni, nyilván a karfiolt egy részével, a másik részét pedig ilyen prézlis karfiol formájában, úgyhogy vettem laktózmentes tejfölt, meg ezt a laktózmentes gudát fogom rátenni. Nem vagyok benne biztos, hogy jól fog esni, mert még mindig nem terült ki számomra, hogy most én így, szóval, hogy mire vagyok érzékeny igazából, szóval, hogy a laktózra, vagy úgy általában a tejtermékekre, tehát nem tudom, tehát nyilván mérsékelt nem fogok azért ebből beletenni. Már amíg van kajám, képzeljétek el, hogy valamelyik nap csináltam lecsót végre, hát tök primitív egyébként a lecsó, de készítettem lecsót, és nagyon-nagyon jól esett, szóval annyira kellett már nekem ez, ilyen rizses lecsót csináltam, tehát az mondjuk elég sokáig eláll, mert semmi olyan nincsen benne, amitől ne állna el, ugye nyilván. És ez már harmadik nap, tehát ma lesz a harmadik napja, hogy azt fogok enni, mert hát egyrészt nyilván nem is csináltam olyan nagy mennyiséget, tehát két paprikából, vagy nem tudom, két ilyen nagyobb paprikából, meg két nagyobb paradicsom, vagy három paprikából két paradicsomból csináltam, két fej vöröshagymából csináltam, szóval, hogy és akkor nyilván valamennyire is tettem be, de olyan brutál mennyiség lett, hogy mondom, három napra elég nekem, és tofuval, tehát füstölt tofut tettem hozzá. Ma is azt fogok enni, és engem ez egyáltalán nem zavar, hogy harmadik napja eszem dolgokat, nyilván, hogyha nem romlik meg a hűtőben eláll, meg tök jó, akkor engem ez nem zavar, és mondom, én nagyon-nagyon szeretem a lecsót, és már nagyon hiányzott a lelkemnek. Hát a gyerekek, még egyet azért akartam mondani, tudom, hogy miért hoztam fel az Aldit. Azért, mert feltűnt, hogy az emberek egész másképp viselkedtek ma az Aldiban, mint eddig bármikor, tehát legalábbis ahogy megfigyeltem. És ugye nem tudom, lehet, hogy így a legutóbbi szigorítások bejelentése nyomán, meg az áremelkedések miatt, vagy az áremelkedések kilátásba helyezése miatt, nem tudom, de azt láttam, hogy rengeteg volt a bizonytalan, tibláboló ember ott a polcok előtt. Szóval általában nekem az a tapasztalatom az Aldiban, hogyha bemegyek, hogy az emberek általában tudják, hogy mit akarnak venni, és itt rohangálnak a sorok között, gyum-gyum-gyum, mennek, azt gyorsan bepakolják, azt mennek is. Hát gyorsnak is kell lenni, ugye, mert az alkalmazottak, akik ott rakodják ki az árut, folyamatosan útban vannak, és azokat kell kerülgetni, és mindenki hamar túl akar esni a shoppingon. Aztán persze nyilván a pénztárnál is gyors, szóval minden pikpak, és akkor már is kész vagy az Aldiban. Na most, ugye az emberek eléggé sokat ottan tötyörögtek minden előtt, és hát ezt annak tudom be, hogy nagyon nézegették az árakat, meg hogy megéri-e nekik azt venni. És volt egy házas pár, egy ilyen idősebb házas pár, aki látszik, hogy szoktak venni azt az adott terméket, vagy almát, vagy nem tudom, valami gyümölcsről volt szó. És akkor a néni be is akarta tenni, hogy akkor most akkor azt ugyanúgy megveszik, és akkor a bácsi azt mondta, hát ez most ennyibe kerül, meg most akkor vegyünk inkább más, meg ne ezt, meg ne itt vegyük, meg nézzük meg máshol. És akkor a néni még ott a nézze, hogy nem, meg hát most akkor nem akar máshova átmenni, és akkor a bácsi azt mondta, na menjünk. És akkor tovább terelte a nénit, hogy akkor azt nem vették meg, amit addig meg szoktak venni ott. Úgyhogy, szóval, és ez így nem az egyedi volt, ott nagyon sokan másokat, sok más embert láttam, akik ott úgy bizonytalankodtak, hogy most akkor azt megvegyék-e meg, hogy mennyi az annyi. Úgyhogy az biztos, hogy szóresz lesz, és igazából már eddig is az kellett volna, hogy legyen, de hát nem tudom, szóval előbb-utóbb lehull a lepel, az az igazság, és mindenkinek szembesülnie kell a valósággal. Csak hát ugye ez így hirtelen nem egyszerű. És különösen azoknak az embereknek nem egyszerű, akik eddig sem voltak tisztában a realitásokkal, azoknak nagyon nem lesz könnyű az átállás. Na, snitt, eltelt azóta egy nap, egy bő nap, és erőteljes öngyógyításra kellett, hogy kezdjem ezt a ma reggelt. Most jöttem ki egyébként a zuhanyból, amint látjátok, olyan 10 fele keltem a lányom telefonjára. Már, hány óra? Már 1:30-re, jó, de visszafeküdtem olyan éjfélig. Már 1:30-re is készítettem a kávémat, és előtte pedig most jogáztam egyet, egy ilyen jó fél órát,
ami baromi jól esett, és most nem a kínójógára, meg az ő instrukcióra csináltam, hanem itt szükségem volt valamilyen meditatív, ilyen lazító zenére, úgyhogy ez is nagyon jól esett, tehát így totál magamtól csináltam gyakorlatokat. És most iszom a kávémat, próbálok magamhoz térni, még semmi nincs rajtam, nem is nem tervezem ma tervezek ma bármit is föltenni, mert ma is elég meleg lesz. Na szóval, ami történt, ez a következő. Tegnap, nem is tudom, hogy hol hagytuk abban, nagyjából abban hagytuk tegnap, ott kaptam egy telefont az anyukámtól, hogy hát az történt, és ezeket mindig egy kicsit, nem azt mondom, hogy heherészve adja elő, de próbál ilyen könnyed lenni szegény, amikor így mondja, hogy hát az történt, hogy hát ő elájult, tehát eszméletvesztés történt, ugye hazafele, mikor jöttek a vásárlásból, és részletesen elmesélte, hogy hogyan látták el ott, meg mi történt, meg hívták a mentőket, stb. Ebben most nem megyek bele részletekbe, lényeg, hogy rosszul lett. És akkor mondom, hogy és mentő vagy, szóval, hogy hogy most így milyen lazán ez történik, hogy telefonál, és mondom, miért nem akkor hívtál, amikor még ez így nagyon aktuális volt. És akkor mondta, hogy hát ugye kijött a mentő, és akkor kérdezte, hogy jobban van-e, meg az alapdolgokat megnézték, és mondta, hogy igen, és tényleg utána egy ilyen cirka 40 perces eszméletvesztés után úgy magához tért, és hazament. És akkor mondták, kérdezték, hogy bevigyék a kórházba, vagy pedig haza, és akkor azt mondta, hogy menjünk haza, mert ugye apámnál ott volt két marha nagy cekker vásároltak, és akkor ugye azt haza kellett vinni, plusz ugye az anyu mindig ezen aggódik, hogy az apám nem tudja magát ellátni kvázi, mert ugye volt 4 stroke-ja, na most egyébként ezt hozzáteszem, hogy oké, de azért el tudja magát látni, szóval hál' Istennek nagyon jól jött ki a sztrókokból az apu, és na de hát igazából, tehát hogy mondjam, tényleg kell neki segítség, de nem olyan mértékű, na tehát, hogyha olyan szituáció van, akkor az apu azért elég jól el tudja magát látni. Mondtam, hogy hát és miért nem mondtad, hogy vigyenek be a kórházba? Ugye jelen körülmények között péntek volt, péntek délután, hát mondom, Hát mert hogy felhívta aztán a kardiológus, meg a házi orvost, és akkor ugye azok nyilván nem rendeltek, meg nem úgy rendeltek, meg most csak hétfőn, ha mondom már, Anci, hogyha nem tudom, mitől volt az eszméletvesztés, meg mikor voltál rosszul, ugye neki van egy szívritmus zavara alapból, nem túl súlyos, eddig legalábbis nem az volt, de az van, egyébként meg úgy más nincs, és akkor mondta, hogy tehát én mondtam, hogy hát be kellett volna menni a kórházba, hogy most azonnal kivizsgáljanak, mert hogy mit tudom én, miről volt ez, tehát vérrög, stroke, infarktus, mit tudom én, tehát bármi lehet, szóval ilyenkor azért eznek jobb azonnal utána járni. És akkor szegénybe így beültettem bogarat a fülébe, akkor mi van, ha mégis történik valamit, hogy mondtam az anyának, hogy ha bármi van és bármit érzel, akkor azonnal menjetek be a kórházba, hívjatok mentőt, vagy menjetek, vagy az apu vigye be őt a sürgősségire, a Tétényi útra. És ezzel párhuzamosan nekem telefonáljanak, tehát ne csak az legyen, hogy nekem telefonálnak, és akkor történik valami, amikor én átmegyek, hanem csinálják, és akkor de hívjanak engem. És akkor oda megyek, meg mit tudom én, segítek intézkedni. Na, ezek után rossz érzésem volt, eltelt 1-2 óra, semmi nem történt, de nyilván anyám jól van, gondolom én. Aztán felhívtam egy olyan 2:30 fele, hogy akkor most hogy vagy, Anci? Arra számítottam, hogy azt mondja, hogy hát faszán teljesen. Erre hallottam ilyen háttérzajokat, azt mondja, hát itt vagyunk a sürgősségén, mondom. És miért nem mondtad, hogy tehát miért nem hívtál fel, ahogy megbeszéltük? Sose azt csinálja, amit megbeszélünk, soha. Tehát ők intézkedtek önállóan, apám bevitte őt a sürgősségére, és ott várnak. Mondom, mióta? Hát ugyan 1:30. Fogtam a cokmokon, mentem be a sürgősségére, és odaértem el 3 után. Akkor elkezdődött a kálvária, ami hajnali 5-ig tartott, képzeljétek el, hajnali 5-ig tartotta, hát nem 5-ig, 4:30, bocsánat, tehát 5-re értem haza, tehát 4:30 tartott a kálvária. Tehát olyan 3:30-től hajnali 4:30, tehát gyakorlatilag 13 órát, én személy szerint 14, én 13 órát voltam a sürgősségén, hát ne tudjátok meg, hogy mi volt, szóval mondjuk elvégeztek majdnem minden vizsgálatot rajta, tehát a szívultrahangon kívül, amire ma reggel kellett volna visszamenni, és szerencsétlennek 9-re, tehát el tudjátok képzelni, hogy 5-re hazaért, hullafáradt, mert az anyámnak a harmadik éjszaka lett volna, hogy nem tudott normálisan aludni, mert az előző két éjszaka is az volt, hogy 5:30-kor fel kellett kelnie, vagy 5-kor. Tehát a hülye kaja futár, az ugye hajnali 5:30-kor tudja beszedni a lóvét következő heti ízére, és ezt nem is értem. Ez oké, hogy ők éjszaka dolgoznak, de miért állandóan anyáméknál kezdenek, szóval, hogy... És akkor bekaptuk a papírt végre, 4:30-kor, fasz a mindenre.
És erre ma 3-9-kor reggel telefonál a kardiológus nő, hogy hát sajnos mégse sikerült reggel 9-et elintézni, de most cserébe az anyám összesen 2 órát hallott megint, és ez már a 3. éjszaka volt, úgyhogy én nem csodálom, hogy rosszul lett, már elnézést. Ráadásul ezek a hullamelegek, úgyhogy én mondtam az anyunak, hogy itt most az alapvető dolog az, hogy neki abszolút chillelni kell, mert és ezt így nem tudja elengedni igazából, meg az apám, meg minden, hogy ez így abszolút nem lesz jó. Tehát én még egyszer nem fogok 14 órát a sürgősségén dekkolni, az összes vizsgálaton végigmenni, amúgy egyébként hozzáteszem, hála jó Istennek minden negatív lett, tehát azonnal levették, 3 órán belül, tehát relatíve azonnal levették a vérét 3 órán belül. Labor újabb 3 óra múlva, mármint hogy az eredmény, az negatív lett. Ezek után csináltak neki egy koponya és egy mellkas CT-t, közben egy EKG is volt, EKG rendben volt, koponya, mellkas CT, vérrög meg egyebek miatt rendben volt. Az volt a ciki, hogy erre bizonyos kardiológusra kellett rohadt sokat várnunk, mert hogy ő fogja mondani a véleményt, meg ugye az anyu előzményei miatt, hogy akkor mi is legyen. És akkor ő elmondta, meg tületesen megvizsgálta, meg blablabla, kifaggatta még egyszer, el tudjátok képzelni, hogy hajnali 4-kor anyám, meg én is ott voltam, mindig végig ott voltam bele, koncentráltam, meg figyelmeztettem, hogy ezt is azt is mondja, szóval végig ott voltam. És végül is a szívultrahangot javasolta, meg az, hogy valószínűleg a dózisát, mert már szed gyógyszert a szív ritmus zavarra, hogy akkor azt kell emelni. Na, de most nem is akarok ezzel kapcsolatban tényleg részletekbe menni, mert nem untatlak titeket ezzel, csak maga a tény, hogy apám az teljesen ki volt akadva. Szóval az apámat már többször haza akartuk küldeni, mert ő azért viszonylag egy türelmetlen ember. És akkor mondtuk, hogy menjen haza, és akkor ott kiverte a balhét, és mondtam, hogy nyugodjon már, hát nem tudok mit csinálni, érted? Szóval ez egy tipikus ilyen csapda helyzet, amikor anyámba berakják ezt a szart, tehát hogy az infúziónak a kanült, nem kanül, az nem tudom micsoda, tehát ezt a csatlakozót, én csak úgy jól, hogy lopásgátló, tehát ezt így belerakják, és akkor adtak valamilyen ilyen kondenzvizet neki, szóval ilyen, nem tudom, tehát ezt az ilyen sós cuccot, tehát csak vizet nyilván. És akkor az ott csöpögött, és lényeg az, hogy ez a szar benne maradt egészen addig, amíg 5-kor le nem léptünk. Valamint ugye a papírok is, mert ugye elkezdtek azért generálódni ezek a leletek, az is ott volt bent náluk. Tehát az se volt, hogy már tényleg, nem tudom, hogy elég órája vártunk erre az úgynevezett kardiológusra. Már azt hittük, hogy ez egy fantom, érted? És akkor és az életben nem fog soha büdös életben nem fog megjelenni. Mindenki más már elment 6-szor a sürgősségiről, csak mi voltunk ott a 10-akárhanyadik órában, és se ki sebe. Tehát ez a csapda helyzet, amikor anyában benne van a cuccos, nem hajlandóak kivenni, senki nem hajlandó vele foglalkozni, ott nyüzsörök ezek a medikák, meg ugye a tétény az egy ilyen tankórház, tehát tele volt ilyen fiatal orvosokkal, meg fiatal egyebekkel. Aranyosak voltak, helyesek voltak, nagyon precízek, akartak lenni, meg mit tudom én, cukik, meg rohangáltak le föl, mint pók a falon, de hogy meg ez a doktornő is viszonylag fiatal volt, amúgy a kardiológus. De hogy gyerekek, szóval, hogy én nem tudom, ez a hatékonyság, amivel dolgoznak, ez egyszerűen ez valami elképesztő, tehát hogy én ezt nem hiszem el, hogy ennek így kell lennie, komolyan. Tehát apámmal ilyen értelemben teljesen egyetértek. És hát ez a szitu, hogy nem tudják eldönteni tényleg hajnali 4-kor azt, hogy most anyámat fel akarják-e venni, ágyba fektetni a kórházba, vagy nem. Tehát most akkor igen, vagy nem. Be kell-e feküdni figyelésre és vizsgálatra, vagy nem. Közben teljesen elült a fenekét, mindkét csípőjébe protézis van. Szóval értitek, tehát ez egy dolog, hogy én ott killódtam meg az apám, meg mit tudom én, de hogy szegény anyu együtt killódott, akkor ez a szar állt ki a karjából, tehát tényleg, szóval, hogy így... Na most ugye szegény John itt távolról drukkolt mindennek, és akkor így elmondtam neki ezt, hogy mikor ért az egész cucc véget, és hogy mi mindent csináltak az anyuval menet közben, meg mi mindent néztek meg, amúgy egyébként tényleg precízen, ezt aláírom. Mondta, hogy hát Angliában most az a helyzet, hogy gyakorlatilag mindez, amit itt az anyuval végigcsináltak, ez így napok kérdése lett volna, és így mindenkit ott ültetnek, tehát hogy semmi nem történik az ég egy adta világon. Maximum valami kis piszlicsári dolgot csinálnak velük így 10 órán belül, szóval nyugodjak meg, hogy tehát ez még meg az, hogy ennyire precízen gyakorlatilag megnézték az anyut, igaz, hogy 10. órába telt, de azért megnézték. Ez ott most nem így van. Tehát lehet, hogy régen azt mondtuk, hogy az angol egészségügy, meg hogy az ott más, meg bizony, de most jelenleg nem így van. Na jó, akkor erről ennyi, tehát most abban bízom, hogy ma nem lesz riasztás, de már itt tényleg ez a stressz, hogy gyorsan csinálok egy fél órás jogát, hogy így lelkileg valahogy felkészüljek a következő menetre. Hát közben hál' Istennek azért volt ott egy spár, ami 9-ig nyitva volt, azt 3-szor megfordultam, hoztam kaját, meg italokat, meg mit tudom én, meg anyunak újságot, meg stb. Tudjon keresztrejtvényt fejteni, mert ugye neki nincs okos telefonja, azt utálja.
Egyébként én úgy vagyok vele, hogy az orvosok meg a páciens az két tök különböző állatfaj, ez egyértelmű, tehát van közöttük egy ilyen iszonyú éles vonal elvágólag. De nekem az a tapasztalatom, hogyha kellően udvarias vagy velük, tiszteletteljes, de mutatod az érdeklődést, és olyan kérdéseid vannak, amik relevánsak, és ő azt úgy érti, megértékeli, hogy azt megkérdezed, tehát nem baszogató stílusban kérdezed meg, akkor tök készségesen mindenre válaszolnak. Tehát az a baj ugye, hogy maguktól nem mondják, nem mindent mondanak, mert nem feltételezik, hogy egy érdekel téged, kettő, hogy érted, hogy mi van. Tehát nem direkt titkolóznak az orvosok, hanem egész egyszer rá kell náluk kérdezni dolgokra, szóval nagyon sok ember nem teszi ezt meg. De úgy látom, most már majdnem meg is száradt a hajam, szerintem sminket ma nem fogok feltenni, ne haragudjatok. Úgy nézek ki, ahogy, de egy kicsit el vagyok fáradva, és nincs hozzá kedvem. Csak a boltba fogok menni most, azért leugrom valami kenyérért tejér, vagy laktózmentes tejér a lányomnak. Minden más van, ma fogok levest készíteni, és hát ennyi, és akkor még nem tudom, hogy és hol fogom befejezni ezt a vlogot. Nem akarom, hogy azért csak erről az egész orvosi dologról szóljon. Lehet, hogy még felveszem, ahogy csinálom a leveskét, meg majd nem tudom, majd nagyon sok érdekes dolog nem fog történni. Ma délután szeretném megvágni a másik videót, és akkor meglátjuk, hogy melyik megy ki előbb. Most ment el az én kicsi lányom, most lesz nem sokára a névnapja, úgyhogy hazafel a szüleimtől bementünk az Eteleplázába, és vettem neki egy-két cuccost, és magamnak is vettem, mondjuk mérsékeltem. Igazából az olcsóban nem tudtam ellenállni egy nagy, túlméretes kardigánnak, ami abszolút nem releváns ugye a jelenlegi időjárásban. De azért lesz itt még ősz is, és most le volt értékelve 5000 forintra, 15000-ről azt hiszem, és tökre tetszett, úgyhogy ezt mindjárt megmutatom. Meg a H&M-ben vettem egy ilyen nagyon egyszerű, sima fekete trikót, az egész elég olcsó volt. És vettem titokzoknit az új cipőmbe, és azt is megmutatom, milyen, mert nem tudom leírni. Ami nem túl vastag, hát ilyen titokzokni. Na ez az okni, nem tudom mennyire látjátok, ilyen. Ugye itt van benne ilyen tapadó korong, és a talpa az ilyen, hogy tök jól tapad szintén, mert az nem ilyen, az ilyen más anyag, pamut, úgyhogy hát így néz ki, amikor egyet levettem, az egyik egy kicsit sötétebb, a másik világosabb árnyalatú, és ilyen. Úgyhogy ebből mindig egyel kisebbet veszek, mert különben a sarkamról leszokott csúszni. Ez pedig az új kardigánom, nagyon klassz isteni anyaga van. Ez M-es egyébként. Nem tudom, milyen lenne, hogyha L-es lenne. Szóval ez hatalmas, de nekem nagyon tetszik, és isteni puha az egész, és tök jó meleg, szóval... Na, szóval ezt is vettem. Jövő héten gyerekek megint írtózatos melegek lesznek a legjobbkor. Kedden várható, hogy jön a klímás hajnalban, oda az irodába. Nagyon remélem, hogy meg tudja csinálni a klímát, vagy hát nem ezt a klímát, hanem lecseréli, és be tudja építeni az új klímát. Tehát azt azért nagyon várom, mint messiást, aztán sajnos bent kell dolgoznom, mert rengeteg melón van még mielőtt elmegyek Szabira, úgyhogy, és ezeket így jobban tudom bent csinálni, szóval muszáj lesz bejárnom ebben az őrület melegben. Akkor jövő héten még mi van? Tehát jövő héten még van egy pár programom úgy pénteken, amikor szintén lesz vagy 36 fok, kell, hogy menjek meghosszabbítani az útlevelemet. Azt mindenképpen meg kell csinálni, mert az Angliáig meg kell, hogy legyen.
Valaki éppen kérdezte az előző videóm alatt, hogy mit szólok az őrült áremelkedésekhez, és hát milyen stratégiám van, nem is tudom pontosan, hogy hangzott a kérdés, tehát hogy mit csinálnék én, meg hogy mi a véleményem erről, hiszen ugye ez a legtöbb embert érinti, ez így van, nem a legtöbbet, mindenkit érint, én szerintem, és hát az kétségtelen, hogy válság van. Na most valószínűleg bizonyos intézkedéseket már jóval korábban meg kellett volna hozni, ez az én szerény véleményem, nem is értem, hogy miért megy a háttérben a tévé, és hogy mit mutat, nem is akarom ezt reklámozni, bocsánat. Hogy mit szólok ehhez, hát egyáltalán nem örülök neki, és nem gondolom, hogy ez a válság egyébként elkerülhető lett volna a világválságot tekintve, de azért, hogyha bizonyos intézkedéseket már korábban meghozunk, vagy meghoz a kormány, akkor talán nem lett volna ekkora nagy szar a palacsintában. Úgyhogy én nem azt mondom, hogy elleneztem a rezsicsökkentést ugyan blokk, vagy valamilyen hasonló dolgokat, mert nyilván, mint ahogy miniszterelnökünk is mondta, tehát a hazai fizetések azok nem állnak arányban a külföldi fizetésekkel, ergo ugye nyilván viszont az energiaárak azok arányban állnak a kinti energiaárakkal, tehát valamiféle kedvezmény az kellett a lakosságnak ahhoz, hogy ki tudja köhögni ezeket a költségeket a háztartásban. Nem feltétlenül értek vele, mert ez így igaz, ugye ez egy tényállítás, de nem feltétlenül értek egyébként azzal egyet, hogy ez ilyenfajta, ilyen mértékű és ilyen nem differenciált kedvezmény formájában kellett odaadni a lakosságnak akár korábban is. Én egyébként közgazdász vagyok, tehát akár alkothatnék is ezekről a dolgokról véleményt, de nem szeretnék, mert ennyire részletesen nem mentem bele a dolgokba. Az, hogy ilyen hirtelen és most hozzák ezeket az intézkedéseket a választások után, teszem hozzá, ez nem feltétlenül szerencsés. Tehát az én véleményem az, hogyha egyébként erre kíváncsiak vagytok bármilyen módon is, hogy bizonyos intézkedéseket már korábban meg kellett volna hozni, illetve bizonyos intézkedéseket eleve nem kellett volna évekkel ezelőtt megtenni. Ennyi. És hát most ugye nyilván ennek az eredményét, ennek a következményeit nyögjük. A Katáról is ugyanez a véleményem, engem is egyébként érint, nagyon is, mivel ugye pont azt a félállású Katát, ami nekem volt, vagy van még mindig, ugye, de hát nem tudom meddig, nyilván 2 hónapig még, én nem tudom, mit fogok ezzel csinálni, de szóval azt megszüntetik, miközben, és nem, most nem hazabeszélek, hogy bezzeg, nekem az tök jól jött, meg nagyon jó lett volna, de például ilyen típusú adózásnak pont ez lenne a lényege, hogy ilyen embereken segítsen, akik mellékállásban szeretnének valamilyen plusz jövedelemhez jutni, anélkül, hogy feketén dolgoznának. Tehát ugye nyilván az ilyen emberek nem keresnek milliókat, úgyhogy nem kell attól félni, hogy mondjuk mit tudom én, maximumra pörgetik az egész katakeretet, hanem az a valamennyi plusz jövedelem tényleg, ami nekik a háztartásba kell és becsúszik, sokaknak kell is, mert egyébként nem él meg bérből és fizetésből, akkor erre tökre alkalmas volt ez a bizonyos félállású kata. Tehát ezt megszüntetni én szerintem nagy butaság volt. Aztán, hát most nem akarok részletekbe menni a Katát illetően, de tényleg biztos, én abban biztos vagyok, hogy voltak visszaélések. Nyilván cégek részéről voltak elsősorban a visszaélések, ugye, ami a munkavállalást, illetve a munkaadást illeti. Nyilván a cégek oldaláról lehetett volna ezt kicsikét markánsabban ellenőrizni, és akkor megint ugye lehetett volna ezt kicsikét szelektívebben szigorítani. Szóval erről is az a véleményem, hogy itt sem azzal van a gondom, hogy változtattak dolgokon, hanem azzal, hogy nem szelektíven, nem észszerűen, hanem így egybe letaroltak mindent, amit valószínű nem lett volna szabad, mert így ugye nagyon sokan egyrészt elesnek a vállalkozásuktól, mennek vissza, próbálnak vissza ebben menni a munkaerőpiacra, lesz nagy munkanélküliség temszerűen, és a másik pedig része pedig az, hogy feketén fognak dolgozni az emberek. Szóval, tehát én azt látom, hogy ugye a gazdaság fehérítését ez egyáltalán nem szolgálja. Nyilván valószínűleg nem is ez volt a cél. Az tény, hogy a szürke gazdaság és a fekete gazdaság az megint elő fog törni, amire ismét apparátus kell, tehát ismét költségeket kell beletenni a kormánynak, hogy ezeket ellenőrizze, tehát a visszaéléseket, szóval. Tehát egy picit én úgy érzem ezzel kapcsolatban is, hogy megint csak az éremnek az egyik oldalát nézték, gyorsan valamit akartak hozni, ami hirtelen hoz valamilyen eredményt. Rövid távon is egyébként a hosszú távú következmények nincsenek kellően átgondolva.
Amúgy meg nem szakterületem nekem ez, tehát nem vagyok adószakértő, semmi ilyesmi. Tényleg csak erről így a hirtelen gyors első meglátásom. Az biztos, hogy hát a 210 kWh-t, azt most azért én már megnéztem, hogy azt egy picivel meghaladom sajnos, bakker. A másikat nem, tehát a köbmétert azt nem, az 144 alatt vagyok bőven, hála jó Istennek, de az áramfogyasztásom az azért az brutál, és szerintem a hűtőszekrény, főzés, mosás, klíma, cirkó talán, szóval, hogy ez a fő fogyasztó bűnös, és hát nem tudom, hogy ezt hogy vegyem vissza, szóval azért azt a 6-7 ez egy átlag, tehát nyilván vannak időszakok, és ezt akarom végignézni a számláimat, hogy tényleg mikor, tehát télen mennyit fogyasztok, nyáron mennyit fogyasztok, és hol tudnék csökkenteni, illetve hol mennyivel és milyen irányba térek el most akkor így mondjuk így a 210-es átlagtól. Úgyhogy ez lesz az első lépés, hogy ezt én feltérképezem, aztán nem tudom, aztán próbálok valahogy ügyeskedni, és kevesebbet fogyasztani, nem tudom, hogy még hogy. Hát ennyit egyelőre. Hát egyébként meg ugye az egy hülye szöveg azt mondani ilyen helyzetben, hogy egyébként nem nyilván csak ezek az árak emelkedtek, hanem minden más is. Tehát, hogyha bemegyünk a boltba, akkor minden jóval többbe kerül, ugye, mint láttátok múltkor, amit hazakoztam ugye az Aldiból. Szóval itt az ember egy dolgot tud tenni, hogy spórol, illetve kicsikét racionalizál. Megnézi, hogy mire van tényleg szüksége, mire van kevésbé, megpróbál olyan forrásokból gazdálkodni, úgy értem, hogy olyan helyekről vásárolni, ezt értem ez alatt, ahol mondjuk kedvezőbbek az árak, tehát ruhákba használt ruhát vesz, mondom, miután a H&M-ből hazajöttem, ugye. Na szóval értitek, szóval nem akarok most erről papolni, mert én sem vagyok egy ilyen zseni ebben, tehát én is inkább azt mondom, hogy tanulnom kéne ezen a téren elég sokat. De mindenképpen utána fogok nézni lehetőségeknek, mindenképpen picit tanulmányozom ezeket a dolgokat, mert valószínűleg nekem is szükségem lesz arra, hogy csökkentsem a kiadásaimat. Na, közben meg megfőtt a zöldségleves, tök jól néz ki. Mondjuk ez a szerencsétlen nokedli, ez csipetke akar lenni, de hatalmas nokedli darabokat sikerült beleszaggatnom, aminek azért ilyen randa barna a színe, mert teljes kérlésű lisztből készült. Úgyhogy úgy néz ki, mintha valamilyen húsos cuccos lenne benne, de ebben nincsen egyáltalán hús. Remélem nem sóztam túl, egy picit megkóstoltam is, mintha jó sós lenne. Hát, azt mondanám, hogy eléggé sós lett, pedig nem is vagyok olyan nagyon, tehát szerelmes vagyok, de értitek, szóval. Igen, de mindig az a baj, hogy nem sózom meg eléggé a nyomorult levest. Most viszont sikerült rohadtul megsózni, hogy nagyon remélem, hogy azért lehető lesz. Na, el is búcsúznék akkor most tőletek. Végül is nem használtam a Sonyt ebben a videóban, de a következő videót igyekszem megint úgy felvenni, hogy a Sonyval. Ahhoz mondjuk tényleg magammal kell mindig cipelnem a Sonyt mindenhová, de ezt megpróbálom megtenni, mert nekem is nagyon tetszett egyébként a minősége, most már én is elmondhatom, hogy tetszett. Most ennek a videónak nyilván nem lesz annyira nagyon jó a minősége, de remélem, hogy azért a tartalmát sem fogjátok unni. Hogyha nem, ha megnéztétek és nem untátok, akkor kérlek, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor ezt kérlek tegyétek meg. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!